A demográfiai adatok szerint a várható élettartam növekedésével arányosan emelkedik az időskorú lakosság száma itthon. Az elmúlt időszakban a szükségletek alapján az úgynevezett otthon közeli ellátást helyezte előtérbe a szociális ágazat. Házi segítségnyújtásra, gondozásra, szociális étkeztetésre emelkedtek az állami támogatások. A házi segítségnyújtáson belül megnégyszeröződött a kapacitás az elmúlt 5-6 évben, ami egy nagyon fontos segítség mindenkinek a saját háztartásában, de például a szociális étkeztetés, hiszen nagyon sokszor az egytám melegétel az egyik legnagyobb hiány a háztartásokban. Ott is egy jelentős kétszeres kapacitás növekedés volt az elmúlt években. Az időskorúak anyagi biztonságáról gondoskodni fog a kormány, mondta el a helyettes államtitkár. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán tartott Generációk életvezetése című konferencián. A nyugdíjrendszer stabil, hozzátette, 10-20 év múlva is lesz nyugdíja a most aktív generációnak. Az idős emberek anyagi biztonsága mellett a szociális szolgáltatások kiterjesztésére és szélesítésére is gondolnia kell az államnak. Több mint 9 milliárd forint az, amit a férőhely bővítésre és korszerűsítésre költött a kormány az elmúlt években. A másik területen az egészségügy és a szociális biztonság megteremtésének a határterületein vannak még tennivalóink, de éppen a megyében készül az a pilot, amiről döntött a kormány, egy úgynevezett szakápolási intézmény, amely 1,6 milliárdos forrással éppen a megyében indul el. Azt kell tulajdonképpen bebizonyítani a szakmáknak, az egészségügyi és a szociális szakmáknak, hogy a két szakterületnek az érintkezésével jobb minőségű ellátást kaphatnak az erre rászorulók. Az első intézmény pilot programként indulhat el 2019-től. Egyébként itthon a bentlakásos idős otthonokban 11 ezerrel nőtt a demens ellátottak száma az előző években, 230 ezer embert érint a demencia valamelyik korképe, mondta el a helyettes államtitkár, ezért az otthonok állami támogatással bővíthetik a demens idősek férőhelyeit.